Igen,
Israel hogy minden szolgálatban, egész életen, amelyet a te rendelkezésedre bocsájtottam, elegendő ahhoz, hogy mindent jól és tökéletesen tegyek, és most rá kell döbbennem arra, hogy bizony életem során szolgálatomat nem csak neked, hanem az Istennek is oda kellett volna ajándékoznom, és ezért nyilvánvaló, hogy Uram királyom sem haragudhatott volna meg rám. Ez a történet, amely kétségkívül szomorúan végződik, elgondolkodtat bennünket, akkor, amikor a mai evangéliumban azt halljuk, hogy Jézus egy bíróról és egy özvegyasszonyról beszél, egy bíróról, aki élet és halál ura, és egy özvegyasszonyról, aki a társadalom legkirekesztettebb és legesélytelenebb szereplője Jézus korában. És az a két ember, itt éppen ég és föld választ egymástól, egyetlen dolognak köszönheti az egymással való kommunikáció, és az egyetlen dolog pedig nem más, mint az asszonynak a kitartó bizalma a bíró felé, amellyel újból és újból a bíróhoz jön, kérve ő, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíróról őszintén leírja az evangélium, hogy egy hitetlen ember, akit nem csak az Isten dolgai nem érdekelnek, de tulajdonképpen vagy éppen következésképpen az emberekkel való törődése sem, vagy törődése is, vagy némi kívánja való maga után, hiszen emberektől nem tart, egészen pontosan az emberek gondja vaja alig ha érhet el ennek a bírónak a szívéig. És mégis fordul a történet kerete akkor, amikor a bíró megelégeli ennek az asszonynak a folyamatos kopogtatását és kérését, és nem másból, mint puszta önzésből ez a bíró úgy dönt, mégiscsak igazságot szolgáltatok neki, ahogy az eredeti szövegben van, hogy ne járjon már ide, és ne zaklasson már engemet állandóan a kéréseivel. Önzésből eszközé válik a bíró az Isten kezében, mondanánk a mi szóhasználatunkkal, és az asszony élete hite szerint fog alakulni, lám megtörténik a csoda, a bíró igazságot szolgáltat, pusztán az önzésből, saját önzéséből való kiindulás alapján. Mindez zajlik egy képzeletbeli városban, ahol egyaránt élnek gazdagok és szegények, Isten hívők és istentelenek, különböző ideológiákat valló és különböző irányba gondolkodó emberek. Egy képzeletbeli város, amely lehetne a miénk is. Hiszen halljuk be őszintén, a mi városunkban is élnek hívők és hitetlenek, a társadalom magas rangján felfoglaló, vagy éppen a társadalom legkirekesztettebb helyén foglaló emberek, akik különböző gondolkodásmóddal, egymással szöges ellentétben álló módon gondolkodva élik mindennapi életüket.
hogy ha az emberben ott van a hit, amelyel újból és újból kéréssel fordulni a másik ember felé, nos, ez a hit, ez elegendő lesz nem csak arra, hogy az ember végül is elérje célját, hanem arra is, hogy az emberi kapcsolatok, amelyek bárszólag teljesen idegenek egymástól, valahol mégiscsak egymásra találjanak. Az özvegy asszony kitartó kérése az igazságtalan és erkölcsileg nem túl magas szinten álló bíró önzése miatt végül is megoldásra talál. Hány és hány esetben tapasztaljuk meg manapság is azt, hogy az ember kérése egyszerűen kellemetlenné válik mások számára. Kellemetlenné nem csak azért, mert újból és újból zavarja a másikat a beleveszkedett életstílusába, hanem kellemetlenné azért is, mert bizony az embernek megoldást kell találni a másik problémájára, nem mehet el tétlenül a másik gondja mellett, még akkor sem, hogyha tökéletesen önző módon rendezte be életét. Jézus ebből az alapvető emberi tapasztalatból kiindulva azt mondja, lám milyen érdekes, az ember ennyiféle hibával küzdve is képes a másiknak megoldást ajándékozni az életére, mennyire inkább képes az az Isten, akiben nyoma sincs a rosszaságnak, nyoma sincs az őszintétlenségnek, hanem egyszerűen az ember kitartó kérése megindítja az Isten szívét, és választ a kérésére az Istenhez forduló ember. Egyetlen feltétele van, nem is olyan kicsi, sőt, a legnagyobb feltétel, hogy talál-e az Isten hitet az emberben, amikor eljön, hogy igazságot szolgáltasson az őt kérő ember számára. És ez a jézusi kérdés, ez már húsba vág. Ez a kérdés, ez nekünk szól. Ugyanis Jézus logikájában kiderül, nem elegendő ezen a világon úgymond jó embernek lenni. Nem elegendő végigélni az életünket, senkinek sem ártani, adott esetben rendszeresen imádkozni, templomba járni, minden úgymond vallási szempontból törvény teljesíteni, de belülről bezárkózni saját önző kis világunkban. Jézus azt mondja, ha valaki hit nélkül viszi az Isten elé a kérését, az imádságait, nem lesz értéke ezeknek az imádságoknak az Isten előtt, egyszerűen üres, elszállt szavak lesznek, mint ahogyan az emberi kapcsolatainkban is sokszor üres, elszálló szavakat öntünk a másikra, anélkül, hogy átnyújtanánk neki önmagunkat, anélkül, hogy neki ajándékoznánk gondolatainkat és végképp szeretetünket. Jézus azt mondja, ha valaki nem teszi mögé az életét, az imádságainak, lehet bármilyen nagy, bármilyen hatalmas, lehet külsőségekben óriási vallásosságnak tűnjön az ő hite, voltaképpen semmi sem ér. És ez a jézusi figyelmeztetés, ez nem mehet el a fülünk mellett ezen a vasárnapon. Hiszen külsőleg tekintve az ön
hogyha nem adjuk belé az életünk fedezetét, akkor bizony mi megváltatlanul és megigazulatlanul maradunk. Jézus nem máskor mondja el ezt tanítványainak, mint akkor, amikor az imádság mesterségére tanítja őket. Ennek szüntelennek kell lennie, és fáradhatatlanul. Vagyis egész életet felvelőnek, egész életet átfogónak. A szolga halálos ágyán rábíz bennük egy tulajdonképpen tragikus dologra. Ő jó ember volt élete során, csak éppen elfelejtette ezt a jóságát oda ajándékozni az Istennek. Ami úgy akarunk jók lenni, hogy nem akarjuk a keresztény értékrendnek oda ajándékozni önmagunkat, mint erkölcsi értelemben, mint közösségi értelemben, mint politikai értelemben is, akkor bizony megnézhetjük magunkat, hiszen Isten nélkül nem fog tudni az ember igazi jóságot felmutatni sem önmaga, sem pedig az Isten számára. De hogyha engedelmeskedünk annak az Istennek, aki nem többet, mint az egész életünket kéri, akkor biztosabb lehetünk abban, hogy nem csak ügyes-bajos dolgainkban az igazság szolgáltatásban, hanem életünk minden kérdésében isteni megoldás érkezik problémáinkra, kérdéseinkre, mert maga Isten áll fedezettként életünk